ritmusos dallamok, táncoló lábak, népviselet és mosoly az arcokon. Ilyen egy igazi táncverseny, amelyet idén már 22. alkalommal rendeztek meg a nyíregyházi Vécsei Károly Általános Iskolában. Ez a kamaraforma, ez egy szerencsés választás volt annak idején. Ez Bodnár Zoltán és Maklári Erika találta ki annak idején ezt a versenyt, akik itt a Vécsei Károly Általános Iskolában voltak pedagógusok, és nagyon ügyes táncosok voltak a Nyírség Tánc Együttesben, és volt már csoportos verseny, volt már szólótánc verseny Magyarországon, de kamaratánc verseny még nem volt, vagy nem ilyen gyermekszintű, hanem a felnőtteknek szóló volt csak. És erre kapott rá a szakma, és ezzel nem is tudom jobban megindokolni, hogy van létjogosultsága, mint hogy 22 éve meg tudjuk már rendezni, és minden évben érdekes ez 3-400 embernek. Szóló énekesek, énekegyüttesek és néptáncosok is megmutatták tudásukat 3 korcsoportban. Az alsó és felső tagozatosok, valamint a középiskolások produkciójánál is fontosak voltak a szakmai szempontok. A zsűri figyelt a hitelességre, az öltözetre, a táncoknál pedig a zene és a tánc egységére. Ezek mellett az értékelésnél most másra is kellett figyelniük a szakembereknek. Most az idei verseny egy kicsit különleges abban a tekintetben is, hogy a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola április 24-én megint csak egy országos kamaraversenyt hirdet, de ez az oktatási hivatal felkérésére. Most kitaláltuk, hogy aki oda készül, ide is eljöhessen, úgyhogy van egy ilyen külön kategória megint csak, ahol nem 3 pár, hanem akár 5 pár is a színpadon lehet, és természetesen a zsűri külön értékeli őket, de gondoltuk, hogy egy kis előgyakorlás milyen jó jön az országos tanulmányi verseny előtt. A műsorban még több részletet láthatnak a péntek esti Weekend című műsorban, ahol Demarcsek Zsuzsa néhány kulisszatitkot is elárul a versenyről.